ilyenkor elküldjük szervizbe, laborba, akik ezt megcsinálják, és akkor kicserélik, és újra hitelesítik, és akkor újra lesz egy új mérő. A napokban szétfagyott vízórákat mutatja Mrekva László, a Baja Víz Kft. Ügyvezető igazgatója. Már a vízórák és a kerti csapok sem bírják a hideg időjárást. Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett a szolgáltatóhoz. A társaság felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy gondoskodjanak a probléma megelőzéséről, hiszen az komoly anyagi károkat okozhat számukra, vagy akár az ingatlan állapotát is veszélyeztetheti. Ha például reggel alig vagy egyáltalán nem jön víz a csapokból, érdemes azonnal megvizsgálni a vízóra aknát, mondta az ügyvezető. A vízóra elfogyásnak ugye több jele lehet, amire szintén már felhívtuk a korábbiakban a lakosság figyelmét, hogy szíveskedjenek elsősorban a vízóra mérőlapján. Lehet fagyásnak a jelét tapasztalni, illetve az öntvényház, ami elrepedhet, és ezen keresztül szivároghat a víz. Vannak olyanok is, akiknek bár az udvaron található a vízórájuk, mégsem érintettek a témában. Dr. Horváth Istvánné megmutatta, az ő mérőórájuk hol helyezkedik el, és elmondta. Régóta itt élnek, de szerencsére még sosem volt ilyen problémájuk. Lassan 20 éve, és hát azóta ott van, erre oda rakták, és még egész eddig nem volt semmi. Fagyhatár alatt van, elhelyezve ott az óra, az összeszerelés, minden, úgyhogy még nem raktunk rá semmit, és még nem fagyott el, eddig semmi baj nem volt. Akiknek viszont nem fagyhatár alatt található a vízórája, az védekezhet az elfagyás ellen akár hungarocellel, textíliával, vagy azzal is, ha rajta hagyja a havat, hiszen az szintén szigetel, mondta a Kft. Ügyvezetője. Mrekva László hozzátette, egy teljesen szétfagyott órán keresztül akár napi 70 köbméter víz is elfolyhat, amit a fogyasztónak természetesen a kiszállás díjával együtt ki kell fizetni. Az üdülőházak tulajdonosaitól szintén azt kérik, ők is ellenőrizzék rendszeresen a vízmérő és a belső hálózat állapotát, hogy megelőzhessék a további károkat.